ki az, aki jó abban, hogy új dolgokat fedezzen fel, ki a jó kutató. Szerintem igazából a kíváncsiság kell, hogy az ember tényleg meg akarja érteni valamilyen rendszernek a működését, meg akarja érteni azt, hogy egy reakció miért megy, miért nem megy a másik, hogy egy neuróhálózat miért így működik, miért nem úgy működik. De azért mindig nagyon fontos nekünk is, és azt hiszem más kutatók számára is, hogy a végén azért ott legyen valami olyan cél, ami hasznosítható. Ez a mi esetünkben gyakorlatilag mindig az, hogy olyan célmolekulákat találjunk, amikre gyógyszert lehet fejleszteni. Egy szomorú valósága sajnos a tudományos munkának, de egy idő után egy sor kerül arra, hogy egy egész szervezetben kell igazolni egy hipotézist, úgyhogy akkor kísérleti állatra van szükség. Először csak azt kell megszoknia, hogy tapogatják. Mikor már kicsit bízik az emberben az állat, akkor lehet csiklandozni a füle mögött, azt nagyon szeretik. Általában azt is megszoktam tenni, hogy így a bajszunkat összeakasztjuk egy kicsit. Ő is megszagol engem, meg én is őt, és akkor látja, hogy nem próbálom megenni, akkor még egy kicsit lazít azután, és így... Na, most például hihetetlen jól érzi magát ez, amikor gülüzik, vagy boglinga az angol kifejezés, amikor annyira vehemensen csikorgatja a fogait, hogy a szemei így kibejárnak egy kicsit. Annak, amelyikek soha nem fognak bennem bízni, állandóan kerülik az érintést, de azokat is azért rá lehet szoktatni, hogy a fejüket mathatom. Az a lényege az egésznek, mert mérés közben is ugye az történik majd. Az epilepszia alapvetően ugye egy nagyon ősi betegség, nagyon régóta ismert, régen ugye szent betegségnek tartották, épp ez miatt a nagyon egyértelmű külső fizikai megjelenés miatt. Az epilepsziában annyi történik, hogy ezek a neuronok egymásra úgy hívják, hogy összeszinkronizálódnak, vagyis egyszerre kezdenek el aktiválódni. A jelenlegi epilepsziás gyógyszerek, összes ilyen gyógyszer úgy működik, hogy megpróbálja vagy a gátló bemenetek hatását fokozni, vagy a serkentő bemenetek hatását csökkenteni. Mi egy korábbi mechanizmust akarunk beindítani, amin keresztül úgy szép lassan vissza lehet nyomni ezeket a sejteket a normál aktivitási szintjükre. Szóval ez egy műtött állat, arra van tenyésztve, hogy úgynevezett abszenső epilepsziás rohamokat produkál, ami azt jelenti, hogy ha EEG-re kötjük az állatot, akkor percenként egy-kettő enyhébb epilepsziás rohamot fog produkálni, viszont ez külsőleg nem manifesztálódik, nem fognak rángatózni tőle. Egyszerűen csak bambulnak egy kicsit, aztán szimatolnak tovább. Az agyi elektromos aktivitást mérjük rajtuk. Ehhez kell egy pár elektróda, amiben van ültetve az agykéregbe. Amikor epilepsziát mérünk, akkor általában az epilepsziás rohamoknak az úgynevezett időbeli eloszlása érdekel minket. Ezek mennyi ideig állnak fönt, milyen gyakran követik egymást. Egy ilyen mérés során másodpercenként 10 000 adatpont gyűlik, és ugye órákig zajlik a mérés. Úgyhogy rengeteg adat van, amit utána ki kell elemezni. És ehhez is kell egy kis fantázia, ez Lacinak jobban megy végig, mint nekem, ez kutatói gyakorlatot is igényel az egész. A mi csoportunk alapvetően azzal foglalkozik, hogy az úgynevezett asztrocita sejteknek keressük a funkcióját az agyban. Az utóbbi 15-20 évben kiderült, hogy nem csak olyan általános funkcióik vannak, hogy életben tartják a neuronokkal, hanem közvetlenül képesek befolyásolni a neuróhálózatok működését, illetve egyre inkább most már az látszik, hogy magukban is egy független hálózatot alkotnak. Két különböző típusú modellrendszert alkalmazunk, az egyik, amikor élőállatokban végzünk kísérleteket, a másik, amikor pedig agyszeletekben. Élőállatokban az az előny, hogy közvetlenül tudjuk vizsgálni a teljes rendszert, tulajdonképpen. Agyszeletekben pedig sokkal gyorsabban tudunk haladni, sokkal több kísérletet lehet adott idő alatt elvégezni, sokkal több vegyületnek a hatását lehet megvizsgálni, mint hogyha azokat élő állatba adnánk be. Most az a fázis van a kísérletben, amikor előkészítjük az agyszeleteket arra, hogy az aktivitásukat tudjuk mérni. Az asztrocitás erről a hálózat aktivitását egymással párhuzamosan akarjuk mérni, mert mind a kettőre szükségünk van ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történik az epilepsziás aktivitás alatt. Van az úgynevezett szinapszis, ahol két neuron egymásnak átadja az információt, és ezt a szinapszist az esetek nagy részében asztrocita nyúlványok veszik körül. Többek között eltávolítják a különböző neuronokból felszabaduló anyagokat. De mi azt gondoltuk, hogy nem csak ennyit csinálnak, hanem annak a szinapszisnak az aktivitását közvetlenül befolyásolják. Az asztrocitáknak
képesek arra, hogy közvetlenül összekapcsolódjanak a szomszédjaikkal, mégpedig úgy, hogy vannak úgynevezett réskapcsolatfehérjék, amik két szomszédos sejtet direktben összekötnek. És ezeken a réskapcsolatfehérjéken közvetlenül anyag tud áramlani egyik sejtből a másikba. Szöget ütött a fejünkbe, hogy ez tulajdonképpen egy szinkronizálódási lehetőség. Lehet, hogy ezt a réskapcsolatfehérjét is érdemes lenne megvizsgálni, hogy ha ezt legátoljuk, akkor annak vajon van-e hatása az epileptikus aktivitásra. És hát szerencsére azt találtuk, hogy igen. Most egy elektródot is beszúrunk az agyszeletbe, aminek az a szerepe, hogy az elektromos aktivitást mérjem. Pirossal vannak az asztrociták, zölddel minden, amiben mérni tudunk. És nagyjából az lenne, hogy amit sárgával látunk, hogy hogyha egymásra vetítjük a kettőt, azok a mérhető asztrociták. Tehát itt például ez. És ezt tudjuk összefüggésbe hozni az elektromos jellel. Ezek a fajta kísérletek, amiket mi végzünk, ezek adatintenzívek, ami azt jelenti, hogy egy ember is egy-egy kísérleti napon olyan mennyiségű adatot állít elő, aminek utána kiértékelése akár egy-két hetet is igénybe vesz. Tehát a munkánknak a legnagyobb része az igazából nem is az, hogy a kísérleteket végezzük, hanem hogy a kísérletek eredményeit kiértékeljük. Az egyik mechanizmus, amit feltártunk, az az volt, hogy amikor blokkoltuk az asszociatív sejteket összekötő úgynevezett réskapcsolatfehérjéket, akkor ezzel teljesen meg tudtuk szüntetni a rohamokat. Ami azért volt nagyon fontos elméletileg is, mert tulajdonképpen ezzel véglegessé vált, hogy az asszociaták nem csak hogy hozzájárulnak, vagy bekapcsolódnak egyes rohamokba, hanem közvetlenül ők azok, akik nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy maga a roham létrejön. Nem az epilepszia az egyetlen olyan állapot, amikor szinkronizálódva működnek az idegsejtek, és akkor elkezdtük vizsgálni az úgynevezett lassú hullámú alvást, ez kiemelt jelentősége memória rögzülésében. Ugyanazokkal a szerekkel, amivel egyébként nyitjuk-zárjuk a kapcsolatokat, ezekkel kezelve nézzük, hogy ezzel a memória teszttel, hogy mennyire emlékszik az állat az első adag tárgyra, és mennyire új neki az új tárgy. Egy hosszú kísérletsorozatot terveztünk, és ennek is szerencsére ez lett végül az eredménye, hogy valóban a lassú hullámú alvásban is ugyanúgy az asztrociták indítják el ezt a szinkronizálódási folyamatot. Úgy gondoljuk, hogy ez elsősorban Alzheimerben és más ilyen memóriával összefüggő betegségekben új célpontokat tudunk nyújtani, amiken keresztül majd később új gyógyszereket lehet fejleszteni.